a lelkünkkel, a szívünkkel is törődjünk, ugye, mert lehet, hogy lesz, akinek van, akinek nincs mit adni, nincs rákészülve a vásárlással, a takarítással, a sütés-főzéssel, de a lelkét azért kicsit kifényesítheti. Ezt a célt szolgálja minden esztendőben a bátaszéki székelyek karácsonyvárója. A közösségi élmény mellett ez az az alkalom, amikor a kicsiket is bevonhatják a hagyományőrzésbe és annak bemutatásába. A székelység csak közösségben tudja megélni igazán önmagát, és mi mindig keresünk alkalmakat, hogy együtt lehessünk. Hát ez a karácsonyvárás is arról szól, hogy együtt lehessünk, és azok is eljöjjenek, akik szeretnek velünk együtt lenni. Az egyesület elnöke büszke arra, hogy a néhány éve megalakult néptánccsoport ma már színpadképes produkciók bemutatására is alkalmas. Fogányt vittünk, és keresztényt hoztunk. Ezúttal egy hagyományos székely keresztelő legfontosabb elemeit mutatták meg a közösség tagjai. A próbákra is elhozzák a gyerekeket, és nagy örömmel vesszük ezt, mert a gyerek próbálkozik. Éppen a minap volt próba, és a kisfiú olyan szépen csapásolt, ahogy a színpadon táncoltak a fiatalok, hát ő is próbálkozott. Másfél-két éves a gyerek, úgyhogy ez csak öröm volt nézni.